Szervusztok, jó reggelt! Ma ismét az Abosvai Ízőrzők egy újabb adásával jelentkezünk, és olyan ételeket szeretnék elkészíteni, amelyeket viszonylag rövid idő alatt gyorsan ti is elkészíthettek otthon. Nem kell hozzá semmiféle különleges hozzákészülés, általában a konyhába található tej, tejföl, tojás, liszt, cukorsó, és egy kis vaj vagy margarin, amit majd megsütjük. Az étel neve cicvara, és ez volt az az étel, amit életemben először készítettem el, még a nagymamámtól tanultam. A hozzávaló 2 darab tojás, egy pohár tejföl, egy kis tej, liszt. A pontos mennyiséget azért nem mondom, mert tojástól függően változhat a liszt mennyisége is. Csipet só, egy kis kanál cukor, ebből egy ilyen viszonylag sűrű palcsinta tésztát állítunk össze, és ezt majd serpenyővel megsütjük. Hozzá is látunk. Kimentjük a tejet. Leütjük a tojásokat. Egy csipet sót adunk hozzá. Jöhet a liszt. Kezdésnek adunk hozzá 5 kanállal. És ha túl sűrű a tésztánk, akkor egy kis tejjel tudjuk hígítani. Hozzáadtunk még 2 kanál lisztet. És ezt meg eldolgozzuk benne. A cicvara egy reggeli étel, és attól függően, hogy édes szájúak vagyunk, vagy inkább a sós ételeket szeretjük, rakunk hozzá cukrot, vagy vaníliás cukrot, de hogyha szívesebben kezdjük a napot sós étellel, akkor esetleg még rakhatunk hozzá egy csipet sót. Én édes szájú vagyok, úgyhogy inkább én most vaníliás cukrot fogok hozzárakni. Jó, és akkor... Ha elég sűrű a tésztánk, akkor elkezdhetjük sütni. Teszünk egy kis vajat. Elolvasztjuk. Ez
És... kevergetés mellett megsütjük először majd az egyik oldalát. Majd pedig a tányérra borítjuk és visszarakjuk még sülni a másik oldalát is. Már az illaten érződik, hogy az egyik oldal azt kezd jól átsülni. Ráhelyezzük a tányért a tetejére. Fogom a papírt belőle. Átfordítjuk. És visszacsúsztatjuk. És ide másik oldalát is megsütjük. Egyébként szerintem nagyon hasonlít a császármorzsa receptjéhez. Mi nagyon sokat reggeliztünk nagyszüleimmel cicverát. Egyszerűbb volt, mint a palacsinta, mert nem vesz annyi időt igénybe, viszont az íze ugyanaz, lehet rekvárral. Amikor a nagyszüleim sóval készítették, akkor zöldségekkel ették. Szépen rózsaszínre sütjük a másik oldalát is. El is készült. Tányért a tetejére átfordítjuk. Hopp. Egy picit rózsaszínesebbre sült. És hogy még kívánatosabb legyen, egy pár szeferrel díszíthetjük, és akkor megvan a reggeli gyümölcs. És végén egy csak.